most horda módozni fogunk. És most a hétvégén van egy olyan event, hogy tracker balokat kell vadászni, úgymond. Csak tracker balok vannak benne, meg robotok. Persze a Horde Light az megmaradt casual szinten, de az most minket nem érdekel. Ezt a tracker balt bemutatjuk most. Egyébként minden hétvégén új eventeket ad a Coalition fejlesztői a játéknak, így nem unatkozhatunk. Beállíthatom különböző... szorzókat, úgymond baklikat, ami a hordára illik mondjuk. Hardcore-on élj át 50 kört, és kapsz 60 000 XP-t. És 2 darab paklin van belőle, 2-szer eljátszhatom, viszont ha elfogy, akkor simán craftolhatom. Itt van, create single 40 craft anyagba kerül. Most van 270, nem? Szóval simán le tudnék gyártani egy párat. Customization, mi van? Lehet, hogy beállíthatjuk a dolgokat, a skineket, emberskint, fegyverskint. Mindent beállíthatunk a Versusra, Hordára, mindenre. A Versus Kog az ugye a multiplayer jelenti, a Horde az a kooperatív, ami 5 fős. És itt 9-es Soldier szinten vagyok, és már 4 paklit hozhatok magammal egyszerre. Ez amolyan skill, ilyen tudás, ami sose fogy el. Szerencsére nem fogynak el. 10. szinten feloldom az 5. skill tudásomat, és behelyezhetek valamit más mondjuk. Például ezt beraknám simán. A 40%-kal jobb újratöltés bónuszt kapnék ezzel. Ezt beraknám az utolsóba, de még egy kicsit kell játszanom, mert még csak level 9-es szinten vagyok a Soldier klasszommal. És egyébként itt vannak klasszosztályok, mindenkinek megvan a feladata, hogy mit csináljon. Az engineer például épít, neki csak építkeznie kell. Mi ne építkezzünk, ne zavarjuk meg a munkáját, mert az nagyon idegesítő, hogyha egy soldier vagy egy sniper elkezd építkezni, akkor az egészen felháborító lehet az engineer számára. Én is játszottam már engineerrel, láthatjátok, már 8-as szintű vagyok, és nekem is volt egy olyan, hogy kifogtam egy orosz tímet, és abból 2 építkeztek folyamatosan, és írtam nekik, hogy nálam vannak a kuponok, a diszkontok, sokkal olcsóbb a bevételi minden, minden olcsó. És erre nem. Fú, idegesítő tud lenni, mikor egy sniper elkezd építkezni, amúgy. Vagy például az, amikor engine-el létünkre például összeszedjük a ribbonokat. Na, az marhára idegesítő. A ribbonok gyűjtése csak, mert több ribbont kap, hogyha ő veszi fel maga. Na, gyorsabban betöltöttem. Hát itt sajnos az 5. játékos nem töltődött be, vagy kifagyott neki, vagy nem tudom. De egyébként 5 fő is a kooperatív része, ezt már mondom, és tényleg minden karakterosztálynak megvan a maga szerepe. Az engineer nem fog Rambó módjára lövöldözni, értitek? Az engineer a védelemre összpontosít. És az ő feladata, hogy kiépítsen egy jó kis écskút, egy jó kis bázist. Le kell plantoljuk a fabrikátort, amit be kell védenünk. Ezt a kis ládát kell megvédeni. Elnézést, annyit csuklok már meg. Hát,
hogyha pont... Innen jöhetnek, az a gond. És akkor itt tud építeni az engineer. Van engineer? Nézzük már meg. Baszki. Nincsen engineerünk. Ez már rosszul kezdődik a... csata. Az engineer ugye tud javítani. És a lövegeket csak javítani. Viszont benne is javító pisztol. Igen, ott van, tudunk venni 5000-ért. Nem gond, nem gond. Csak hát sokkal drágábbak lesznek a cuccok. Nagyon drágák lesznek a cuccok. Ez most az Evan. Vágjátok? Ez nem a hivatalos játékot. Most direkt jönnek ilyen kis guruló pókszerűek. Na, közben becsatlakozott az 5. emberes. Már alapból is mondhattam volna. Mikor előzőleg nyomtam tabot. Ezt a játékmódot leginkább a Mass Effect 3 rajongói ismerhetik igazán. Mert körülbelül azon a sémán működik itt is. Csak itt a Gearsnek baromira jól áll a horda mód. Baromira jól áll. Minden 10. körben, 15. körben, 20. körben és 25. körben kapunk egy véletlenszerű paklit. Tehát megéri játszani. Hát csak nem csak abból, hogy megéri, hogy itt játszolatot, hanem még jutalmaz is érte a játék. Közben 356 ribbon pontot gyűjtöttünk össze. Azt láthatjátok, hogy azt kaptam le. Közben én itt öljára tudom magamba. El vagyok. Sokkal jobban bírom a normál játékot, amiben jönnek a swarmok, a locustok. Hát itt most ilyen kis gömb, gömbvillám, aki jön. Előlne az ellenfeleket, mint a Battlefield-ben. Hello, nem ébresztel? Most kijelöltem az ipsét, a robotot.
jutalmazza a rendszer, hogy a kijelölőket, a achievementeket adhatnak érte. Negyedik hullám teljesítve. Soldier classban vagyok, ugye? Szerintem meg lesz a level 10 a Soldiernél, és már használhatunk ötödik tudásfát is, szerintem. Na, ki lépett le vajon? Vagy valaki letette asztalra? Nézzük. Hát igen, lelépett valaki. Dompiát 88. Az ilyet legszívesebben felrúgnám. Legszívesebben letörölném neki a játékot. Remek követi a másik is. Fassa, fassa. I'll take that.